A 40 éves hematológiai osztály munkatársai és a tudományák elismert kutatói látogattak el a nyíregyházi kórházba. Szerafin László osztályvezető főorvos azt mondta, számos olyan eljárás vezettek be az elmúlt 4 évtizedben, amely segítette a betegeiket a gyógyulásban és javította életminőségüket. Olyan új molekuláris célpontok váltak ismerté, amely alapjában megváltoztatta számos betegségnek a kezelését is. Vannak olyan hematológiai színvonalú betegségek, amelyekben hagyományos citosztatikus kezelést nem is folytatunk. Új célzott, precíziós molekuláris terápiák folynak, amelyek a betegség kimenetelét jelentősen megváltoztatták az utóbbi években, és ezek a forradalmi változások az utóbbi hónapokban, években is egyre inkább tartanak. Szinte minden évben újabb és újabb gyógyszerek kerülnek bevezetése, amely a betegeink életminőségét, élethosszát meg tudjuk javítani. Az a célja az osztálynak, hogy ne csak a napi átlagot hozzuk, ne csak azt lássuk el a betegekkel, amire jelent lehetőségünk vannak, hanem az átlagnál többet adjunk a betegének. Egyszerűen felhasználjuk a tudományos kutatás legújabb eredményeit, követjük a szakirodalmat, mi is publikálunk, egyéni méltányosai kérelmek tucatjait adjuk be nap, mint nap, és amennyit csak tudunk, betegeket klinikai vizsgálat keretében is kezelünk, amelynek során olyan gyógyszerekhez is hozzájuthatnak, amelyek a napi rutinban még nem használatosak. A 40 éves évfordulót ünneplő eseményen részt vett a kórház főigazgatója is. Szűcs Attila úgy véli, nemzetközi szintű gyógyító munkát végeznek a hematológiai osztályon. A hematológia a vérképző szervi betegségekkel foglalkozó ellátó terület nem az intézményünk legnagyobb osztálya, de nagyon fontos része. Meggyőződésem az, ha egy vármegyei intézményben egy jó hematológiai működik, magas szakmai színvonalon, az mutatja a sava borsát ennek az intézménynek, azt az igényességet, mert ez egy nagyon speciális terület, ami nagyon speciális tudást igényel, speciális protokollok vannak, speciális gyógyszerek vannak, és szintén nagyon érzékeny terület, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy Jakó főorvos megalapította ezt az osztályt, utána Szerafin László főorvos úr vette át, és azóta is folyamatos, töretlen a fejlődés, nemzetközi szinten működik ez az osztály, ezt kimerem jelenteni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház hematológiai osztályát 40 évvel ezelőtt alapította Jakó János főorvos. Az alapító idén ünnepli 85. születésnapját, akit szintén köszöntöttek a megemlékezésen.